Bátaszéken is elkezdődött a 65 évnél fiatalabbak oltása. A településen a házi orvosok jelenleg Moderna, Sinopharm és Pfizer készítményt használnak. Dr. Ómakt Erika házi orvos azt mondja, annak ellenére, hogy valaki megkapta az oltást, ugyanúgy elkaphatja a vírust, azonban a vakcinával elkerülhető a súlyos megbetegedés. Az elején azért, hogy mondjam, nem volt túl nagy elfogadás az összes védőoltással kapcsolatban. Most viszont azt látjuk, hogy már nem nincs ilyen, hogy ezt nem kérem és azt szeretném. Szerintem ez részben abból is adódhat, hogy mindenki tapasztalta a környezetébe azt, hogy egyre több a beteg, egyre több a fiatal beteg, és egyre több a veszteség a fiatal betegek között. Tudni kell, hogy ugye legtöbben az egy védőoltást kapták csak még meg. Sokan vannak már, akik a másodikat is, de ez nem jelenti azt, hogy akkor szájkendőt sútba vágva mehetünk, és bulizhatunk, és bandázhatunk. Sajnos hiába egy védőoltás se véd 100%-ban, azért ez alaptétel. De 90-95% fölött van a kettő oltásnak a védettsége. Az első oltás is már véd kb. 70% arányban, de akkor sem szabad a védőintézkedéseket elhanyagolni, tehát ugyanúgy kell a maszk, ugyanúgy kell a távolságtartás, ugyanúgy kell az, hogy nem tömörülünk csoportokba, pláne zárt helyen, szóval attól mi még nem vagyunk veszélytelenek vagy veszélytelen helyzetbe, az oltottak se és a nem oltottak sem. Sokakhoz hasonlóan már a második vakcinát kapja ez a bátaszéki nő. Dr. Pató András házi orvos a praxisában csaknem 500 embert oltott már be. Az orvos úgy látja, kifejezetten jól halad a vakcinálás a városban. Nagyon sok oltandót tudunk beküldeni Szekszárdi kórház oltópontjára. Nagyon sokféle oltást, illetve többféle oltást a Szekszárdi kórházban tudnak csak beadni, amit itt helyszínen nem tudunk beadni. Ezen kívül mi is szoktunk oltásokat kapni. Jelenleg éppen második körös oltások zajlanak. Naponta most 19-20 oltást adunk be. Az én praxisomban ugye Bátaszék, Alsónyék, illetve Pörbe is hozzátartozik. Eddig összesen mai nap reggeléig, amit láttam, illetve hogyha a holnapi napi oltandók is bemennek oltásra, akkor mintegy 500 fő beoltása történt meg. Ez viszonyítva ahhoz képest, hogy influenza elleni védőoltást egy szezonban 140-160-at szoktunk beadni, ahhoz képest az azért jelentős növekedést mutat, illetve azt kell tudni az én praxisomban, hogy 1700 fő, amiből, mivel vegyes praxis, azért 18 év alattiak, mint egy 400-450 beteg van. Tehát, ha 500 fő beoltása, 1200 ember közül 500 ember beoltottunk, az már én úgy gondolom, hogy elég jelentős az oltottak száma. Egyre többen szeretnék már az oltásokat megkapni, mivel maguk körül is látják az emberek, hogy mennyi ismerősük betegszik meg, és akik viszont megbetegszenek, azok nagyon-nagyon erős hatást gyakorolnak a többiekre. Nem egy olyan betegem volt, aki előtte úgymond tagadta ezt az egész betegséget, aztán amikor elkapta a betegséget, utána szinte elnézést kért, és azt mondta, hogy bármit, csak ezt a betegséget ne kapja el, és azért mindenkit arra próbál rávenni, hogy oltassák be magukat, amit mi is szeretnénk.